Biztos hallottátok már a mondást, hogy minden út mendére vezet. Na jó, ha nem is minden út, de az enyém biztosan. Azt a feladatot kaptam, hogy írjak egy mondatot magamról. Egy mondatot. Még a fogkrémmel is próbálkoztam, hogy hogy is jellemeznék egy fogkrémet. Már nem emlékszem. Egy Shakespeare idézettel kezdeném. Csak úgy hívnak Kata. Kedves Kata, máskor gonosz Kata. Te kataságos legkatább Kata, kit Isten is Katának alkotta, hidd ezt nekem, lelkem vigasztalója. Az egyik legnagyobb hobbi a motorozás. Amikor csak tehetem, motorra pattanok, és csak megyek céltalanul. Olyan utakon általában, ahol nem kell lassítani, megállni, vagy akár előzni. Csak mehetek a fák között, és élvezhetem ezt a mérhetetlenül nagy szabadságot. Vannak dolgok, amelyekért csak élni érdemes, de vannak néha olyanok, amelyekért meghalni is. A család és a barátok ilyenek. És ők is a családtagjai. Bolha és Molly. Persze itt egy kis vendégeskedő rosszaság is kavics, nővére még kutyusa. Egy állatkert tulajdonosnak mondhatom magam. Van 3 kis nyuszink, 2 kakasunk és sok-sok tyúkunk a kutyák mellett. Ők egy kis rész belőlem. Amikor mérges vagyok, addig mókáznak, míg meg nem nevettetnek. Ha boldog vagyok, örülnek ők is. Nélkülük nem lennék önmagam. Általuk tanultam meg, mi az az odaadás. Általuk ismertem meg a titkos nyugalmat és békességet. Megtanítottak figyelni olyan dolgokra, amelyeket korábban észre sem vettem. Egyetlen egy hely van, ahol kijárunk minden hétvégén. Ez a gyömrői árvácskák állatotthon. Szeretünk itt lenni, és szeretünk segíteni. Az Árvácskák Állatbarát Egyesület 1998-ban alakult azzal a céllal, hogy a gyömrő és környéki otthontalan kutyák helyzetén segítsen. Ma körülbelül 250 kutyusról gondoskodnak a menhelyen, 2 gondozó segítségével. Nincs árvább a gazdátlan kutyánál. Ennek is volt neve. Ezen a néven szólították. Aztán egyszer csak semmije sincs már. Nincs mit ennie, nincs kit szeretnie. Még neve sincs. Hát nem borzasztó. Pedig a kutyáknak csak egy célja van az életben. Elajándékozni a szívét. És a remény mindennél erősebb. Minden nap úgy ébredni, hogy talán ma értem is eljön valaki. Mert valahol, messze, egy ember szívében megszólal egy hang. Indulj, mert várnak rád.